Öcsönyeges. Kalapból húzták ki a csapatok vezetői a parcelláik sorszámát, ezeket kellett a legrövidebb idő alatt learatniuk. A leányvári pincesorról ezután a régi korokat idéző felvonuláson indultak a szántóföld felé. Nem sokkal később pedig már mindenki az aratáson dolgozott. A kaszálók mögött a kévét, vagyis a levágott szárakat kötözték csomóba az asszonyok, és mindenki igyekezett a leggyorsabban haladni. A zsűri viszont nem csak ez alapján pontozott. Az arató versenyen nézzük egyrészt a tarló magasságát, az egyenletességét, hogy van levágva. Aztán nagyon fontos a tarló tisztasága, ugye, hogy gyűjtjük össze a lekaszált búzaszálakat. Nagyon fontos ugye a kévék minősége, és még amit fogunk nézni, hogy a gyorsaságot. Idén összesen 5 csapat mérte össze a tudását. Közülük voltak, akik rendszeresen indulnak hagyományőrző aratóversenyeken. A Rába közből érkezett vendégek is rutinosnak számítottak. Mi még aratunk, igaz, hogy csak ilyen bemutató jelleggel, de a fiatalok ugyanúgy tudják nálunk ezt, mint az idősebbek. Arrafele is nagyon sok az aratnivaló, és járunk rendszeresen fesztiválokra, úgyhogy ezt a 2-3 hetet ezt elég aktívan töltjük Rába közben. Néptáncosok vagyunk, és a Sivalgárdi csoporttal már régóta jó kapcsolatot ápolunk. A Muharai Szövetség tagjai vagyunk, a Hagyományőrző Szövetség tagjai vagyunk mind a ketten. Több továbbképzésen, több fellépésen találkoztunk már, és meghívtak ide bennünket aratni, meg fellépni majd délután. Nagyon gyerek voltam még én is, és próbáltam végül is, ilyen 12-13 éves voltam árpát, de így konkrétan akkor nem köttük még kévében, mit tudom, csak a kombányban lett berakva. Az aratás tekintve, bár a kaszálás kifejezetten férfi munka volt, azért az asszonyok is kivették a részüket a napi rutinból. A marokszedés, hát az nyilvánvaló, és hát italt vittek, főszolgálták az innivalót, hogyha szomjas volt a csapat, meg hát a reggelit biztosították. A szintén vendég bogyiszlói csapat tagja is igazán rutinosnak számítottak már, ami a kézi aratást illeti. Olyan 10 éve körül csináljuk ezt az aratót. Már régen, igen. Akkor Bogyiszlón, Törökfaluban, voltunk még egyszer, kétszer voltunk Bátaszéken, hol is máshol. Ja, Sükösdön. Igen. Abszolút rutinos, csak azt lehet. Hát, én csak ilyen. Mert rutinosak lettünk, igen. Ennek sok titka van, egyet, hogy hogyan kaszál az illető, marokszedők, kévekötők, hogy tudnak dolgozni. Összeszokott, hát igazából annyira most nem olyan összeszokott a csapat, mert változik. Van, aki ráír, van, aki nem. Az arató versenyre való nevezés, ez most meghívásos alapon történt. Ugye korábbi években szerveztünk már arató versenyt, onnan próbáltuk a régebbi kapcsolatokat felhasználni, illetve az ismeretségi körünkben, mint a Hagyományőrző Egyesület, akikkel együtt szokott fellépni, vagy találkozik, összejár, Bogyiszló, Őcsény, Vitnyéd, ők Rába közből érkeztek, a Muharai Szövetségnek vagyunk mindannyian a tagjai, és hát így ápoljuk a baráti kapcsolatokat, akár egy aratóverseny keretén belül is. Az arató csapatok ugye 4 főből állnak, van egy kaszás, általában az egy férfi szerep, tehát egy férfi a kaszálnak, illetve van egy kaszás, ő kaszál, utána megy a kévekötő, ő egy nő szokott lenni, tehát ő a kévekötő, aki összeszedi, a marokszedő, aki összeszedi ugye a búzát, amit rá kell tenni a kötélre, amit a kötél terítő ugye leterít, szintén egy női szerep, és a végén jön egy férfiú, aki össze fogja kötni, és a végén ezt összefogják a kévéket. Sivalgárdon már hagyomány, hogy nyáron aratóversenyt rendeznek. A település polgármestere azt mondja, bár a nevében versenyről van szó, a program mégis inkább a barátságok megerősítéséről szól. Természetesen a napnak az a legfontosabb dolga, hogy a jó kedv és ugye a hagyományoknak minél jobban a propagálása, és
azt, hogy örömmel köszöntünk szerintem mindenkit itt Leányvárba szokás szerint, ahogy a mi büszkeségünkbe, és ez mellé a hagyományőrzés és a bor, a pincefalu, ez szerintem egy tökéletes program arra, hogy egy kellemes napot eltöltsenek. Az arató verseny után a házigazdák és a vendégek hagyományőrző műsorokkal szórakoztatták egymást.